Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Mérlegen legújabb kiadásában. Szóljunk bele Románia jövőjébe, döntsünk mi is, fejezzük ki véleményünket, éljünk demokratikus jogainkkal. Egy hónapja nagyon-nagyon sokszor hallhattuk ezeket az alapkifejezéseket, ezeket a jelmondatokat, és nem is csoda, hiszen Romániában államfőválasztások voltak és zajlanak még mindig. Ugye lejárt az első forduló, és az már biztos, hogy lesz második forduló is. Körülbelül 10 nap múlva ismételten élhetünk, úgymond alapválasztójogunkkal, és kifejthetjük azt, hogy kivezesse Romániát a következő 5 évben. Erről is fogunk beszélgetni ma itt a Mérlegemben meghívottammal, illetve arról is, hogy az első fordulóban hogyan teljesített Románia, a román állampolgárok, és főként a székelyföldi magyar román állampolgárok. Köszöntöm a stúdióban Táncos Barnát, Hargita megyei szenátort, üdvözlöm. Jó estét kívánok! Táncos úr, még mielőtt belevágnánk ebbe az érdekes adatsorba, kérem, hogy nézzen meg velünk egy rövid összesítőt, hogy mi is a mai alaptémánk. 10 nap múlva ismét szavazunk, szavazhatunk, hiszen a második fordulóban dől el, hogy ki lesz Románia államfője a következő 5 évben. Klaus Johannis jelenlegi államfő és Viorica Dăncilă volt kormányfő között kell választanunk majd. Az erdélyi magyarok szavazataira is számít Klaus Johannis államfő, jelentette be tegnap sajtótájékoztatón. Külön programot, ajánlatot mi erdélyi magyarok azonban nem kaptunk, még egyik jelöltől sem. Az RMDS kifejezte, hogy külön egy jelöltet sem támogat, mindenki maga döntse el az, hogy ki a jó választás. De menjünk el minél többen szavazni, és éljünk ezen demokratikus jogunkkal, derül ki a szövetség tegnapi döntéséből. Miért számítanak az erdélyi magyarok szavazataira, ki a jó döntés számunkra, és ki mit ajánl nekünk, körbejárjuk mai beszélgetésünk során. De az is kiderül, hogy az első forduló székelyföldi eredményei mit jelentenek, hogyan teljesített Kovászna Hargita és Maros megye, és persze mi várható az erdélyi magyarok részéről, ha nem lesz külön mozgósítás a második fordulóban. Érezzük-e ennek a választásnak valóban a tétjét? Táncos úr, lesz második forduló, ez már biztos, és az is biztos a tegnapi szátdöntés, RMDS szátdöntés alapján, hogy az RMDS, a szövetség jelen pillanatban egy jelölt mellett sem Klaus Johannis, sem Viorica Dăncilă mellett sem kampányol, úgymond nem kéri az erdélyi magyarok támogatását egy jelölt számára sem, ezt az állampolgárok döntésére bízza. Ön szerint miért jó ez az RMDS szempontjából, hogy úgymond megpróbál független maradni? Bonyolultak ezek a kérdések, és hosszú vita előzte meg a szátdöntést. Mérlegeltek kollégák minden opciót, és próbáljuk kontextusba helyezni ezeket a történéseket. Ugye láttuk, hogy a győzelem után milyen magabiztosan jelentette be Klaus Johannis jelenlegi elnök, hogy akkor ő most már kvázi győztese ennek a körnek. Meggyőződésem, hogy érdeke is volt neki személyesen, hogy Viorica Dăncilăval párbajozzon az utolsó fordulóban, hisz ez a legkézenfekvőbb számára, és ez hozza a legbiztosabb győzelmet. Ennek a biztonságnak a lecsapódása az, amit az elmúlt napokban látunk, az, hogy nem vállal vitát, az, ahogy beszél, az, ahogy viszonyul a választóihoz, az, ahogy talán egy picit magas lóról viszonyul ez az egész helyzethez. Biztos a győzelmével? 100%-osan. Tehát őt 99,9%-osan biztos győztesnek minden fogadó iroda, hogyha mondhatnám így, őt adja a győztesnek, és meggyőződésem, hogy a szociáldemokrata párt számára az egész választás egy tisztes helytállásról szól. Sportból jövén tudom én is, hogy vannak már előre vesztes meccsek. Mindig reménykedik a gyengébb csapat a győzelemben, álmodik arról, hogy majd egyszer egy lehetetlen helyzetet is meg tud így oldani, de ritkán történnek csodák, és szinte biztos, hogy nem fog 24-én csoda történni. Tehát Viorica Dăncilă célja az, hogy egy tisztes helytállással játékba tartsa a szociáldemokrata pártot. Számunkra, magyarok számára az, hogy milyen volt a szociáldemokrata párt, azt láttuk. Azért léptünk ki a kormányból, mert akkor, amikor éles helyzet alakult ki, és az Ausvölgyével kapcsolatosan döntés kellett volna számunkra, nem is számunkra kedvező döntés, hanem tisztességes, törvényes döntést, határozatokat kellett volna meghozni, nem hozták meg. Ekkor léptünk ki a szociáldemokrata párt mögül a parlamentben, mert ugye nem voltunk kormányon, ugye parlamenti támogatást nyújtottunk csak mindig nekük, és azt láttuk, hogy ez a helyzet nem változott az elmúlt hónapokban.
Én nem tudnám elképzelni azt, hogy az RMDSZ a Szociáldemokrata Párt jelöltét támogassa, és még kevésbé azt, hogy pont Viorica Dencsillet. Johannisszal pedig van egy 5 éves tapasztalatunk. Láttuk, hogy viszonyult a magyarokhoz az elmúlt 5 évben, pedig ekkora fehér biankót, egy csekket nem kapott senki a magyarok részéről. Hát 5 évvel ezelőtt ugye azért a magyarok többsége... 80-valahány százalékos elsöprő többséggel szavaztak rá a magyarok, mert abban bíztak, hogy egy erdélyi, egy 100 származású kisebbségi államelnök az megváltoztat valamit a kisebbségi politikában Romániában. Első dolga az volt, hogy bejelentette, hogy minden rendben van Romániában, és hogy példaértékű, és Európában elmondta, hogy így nagyon jó, és hogy mindenki vegye Romániáról példát. Engem nem zavar annál jobban, hogyha szívéletet kézzel hallgatja a román himnuszt, lelke rajta. De nem tudom elfogadni azt, hogy valaki így viszonyuljon egy kisebbséghez, és miután az RMDSZ bejelenti, hogy mivel nem is volt tárgyalás arról, hogy valaki támogatnunk kellene, és nem kaptunk felkérést erre, ezért nem támogatunk senkit, azt mondja, hogy ő amúgy is számít. Amúgy ezért is tudja, amúgy tából, is tudja, hogy az erdélyi magyarok szavazata akkor az a magas ló az még magasabb. Miért gondolhatja ennyire biztosan, mit adott ő az erdélyi magyaroknak, vagy akár ebben a kampányban mit ígért? Azt írtam a Facebookon, hogy szinte természetes a viselkedése, mert 2-5 évvel ezelőtt nem ígért semmit. Ezért nem lehet semmit számon kérni. Ő kapott egy rakás szavazatot, legrosszabb esetben egy részét nem kapja most meg. De nem ígér akkor se semmit, nem ígér most se semmit, és szerényen idézőjelben számít a támogatásunkra. Nehéz lesz. Mennyire fontos ez a szavazatszám, amit az erdélyi magyarok tudnak hozni egy ilyen államfőválasztáson? Ma úgy látom, hogy nem döntő. Semmiképpen sem mi leszünk a mérleg nyelve. Annyira kibillent az egyensúlyból ez a mérleg, és annyira eldőlni látszik az, hogy biztos befutó Klaus Johannis, hogy nem hiszem, hogy a magyar szavazatok fognak ebben dönteni, és még az 5 évvel ezelőtti választáson se volt bizonyítható, hogy mit csináltunk belőle államelnököt. Persze, hogy néhány száz vagy néhány ezer szavazaton múlott volna, hogyha csak valaki kivarázsolja a szavazatokból a magyar szavazatokat, és a románok szavazata kerül csak mérlegre, de ettől függetlenül, a mi szavazatainktól függetlenül többsége volt, akkor is több szavazata volt Johannisnak, mint az akkori szociáldemokrata jelölt pontának. Szenátor úr, itt azt látjuk, ugye, ahogy ön is felvázolta, hogy két rossz között, erdélyi magyar szempontból, két rossz között kell döntsünk. Sok ilyen helyzet volt már így végignézve Románia államfőválasztásait, hogy az volt, az bírt mozgósító erővel, hogy a kisebbik rosszra szavazzunk. Most van ennek ön szerint mozgósító ereje? Lehet mozgósító ereje, hogy a kisebbik rosszra tudjunk voksolni? Fiatal koromban szavaztam egyszer Iliescu-ra. A kezem is fájt. Kezem is fájt, amikor rá kellett üssem a pecsétet. A hangjától beteg voltam, annyira nem szerettem én az akkori politikust, az Iliescut, de rászavaztam akkor tényleg a kisebbik rosszat választottuk. Én azt mondom, hogy a szavazópolgároknak rengeteg opció áll a rendelkezésükre. Rendelkezésükre áll mindig egy ellenszavazat, hogy valaki ellenszavazzon. Rendelkezésére áll az, hogy mind a kettőre rajtja a pecsétet, mert úgy érzi, hogy ez egy protest szavazat. Rendelkezésére áll az, hogy nem megy el szavazni. Sok opció van, ezek közül fognak az erdélyi magyarok választani, és tényleg ebben a bonyolult helyzetben úgy érzem, hogy mindenkinek a saját meggyőződés és opcióját kell tiszteletben tartani. Lesznek olyanok, akik elmennek és ráütik Johannisra, mert úgy gondolják, hogy még mindig jobb, mintha Dencsilla lenne, és meg tudom érteni őket. Lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy Dencsillaik emeltek nyugdíjt, és rá fogják ütni Viorica Dencsillere. Őket is meg tudom érteni. Sokan azt fogják mondani, hogy a két rossz közül mind a kettőt megszavazzák. Őket is meg tudom érteni. Azért semmis egy protest szavazat lesz úgymond. Biztos, hogy sokkal több idézőjelben elrontott szavazat lesz ebben a körben, mint az elsőben. És ez is egy jelzés lesz. Hogy az erdélyi magyarok úgy érzik, hogy a két opció közül egyik sem megfelelő számukra. Csak a protest szavazatoknak a kiértékelése és értelmezése úgy tűnik minden választás után, hogy egy kicsit háttérbe került, tehát senki nem beszél arról, hogy ezek az üzenetek igazából mit kéne jelentsenek. Igen, mert addig, amíg 0,1%-on vannak, amíg 0,01%-on vannak, addig nem számottevő, azért nem beszél róluk senki. Ha véletlenül egy ilyen helyzetben például kiugróan
az előző eredményekhez képest nagyon furcsán nagy lenne a szám, akkor valószínű, hogy lenne egy kis üzenetértéke. Azért is kérdéses ugye a mi erdélyi magyar szavazataink tétje, illetve a mozgósítás, hogy ugye a második fordulóban nem lesz az RMDSZ részéről mozgósítás, tehát hogy annyit kér az RMDSZ a választópolgároktól, hogy menjenek el és fejtsék ki véleményüket. Ez ön szerint jóval országos átlag alatti részvételt hozhat, hiszen ugye itt az első fordulóban is egész nap azt láttuk, hogy a székelyföldi megyékben a részvételi hajlandóság sokkal alacsonyabb volt, mint az országos átlag. Bonyolult egy államelnök választásnak az első köre is, mert ugye egyetlen egy dolgot tudunk ezzel megmutatni, hogy itt vagyunk, hogy létezünk, hogy több százezer magyar mozgósítható, és egy üzenet mögé, egy képviselet mögé, egy jelölt mögé fel tudunk sorakozni. És ezért volt számunkra nagyon fontos az első kör, akkor, amikor Kelemen Hunor államelnök jelöltre szavaztunk, mert egy hosszú kampányban, egy jól átgondolt és profin kivitelezett kampányban meg tudtuk mutatni, hogy itt vagyunk, hogy van elképzelésünk arról, hogy hogy kellene Románia kinézni mondjuk 10 év múlva, van elképzelésünk arról, hogy hogy kell a fiatalokat behozni a politikai vitába, hogy kell őket aktiválni, hogy kell kapacitálni őket, hogy véleményt mondjanak arról a jövőről, ami az ők jövőjük tulajdonképpen, mert ők fognak ebben az országban a legtöbbet élni. Akkor, amikor ilyen üzenetekre kell mozgósítani a magyar közösséget, akkor viszonylag könnyű a helyzetünk. Amikor egy második körben nem érezzük azt, hogy valaki képviselné kinyilvánítottan, vagy őszintén a mi érdekeinket, hanem érezzük úgy, hogy az ő programjának része az erdélyi magyar kisebbség sorsa, hogy van egy elképzelése arról, hogy nehogy Isten átemel az RMDSZ programjából egy-két tézist a saját programjába, akkor nehéz azt mondani, hogy mögé áll az RMDSZ és mozgósítunk azért, hogy még biztosabb legyen valaki a győzelmére. Tehát alacsonyabb részvételre számíthatunk a székelyföldi megyékbe, ez biztos, nem mint akár az első fordulóban is. Itt azért is fontos szerintem a részvételnek a felmérése, illetve a mostani eredményeknek, az első fordulós eredményeknek a felmérése, hiszen ugye két nagyon fontos választás előtt állunk. Lesznek helyhatósági választások és parlamenti választások is jövőre. Ez az államfő választásokon elért eredmény az RMDSZ, illetve Kelemen Hunor jelöltségének a számai, a támogatottsága mutatja azt is, hogy mi várható akár jövőre. És azért ilyen hosszú a felvezetőm, mert mindenképp szeretném, hogyha egy kicsit megvizsgálnánk azt, hogy a székelyföldi megyékben ez a mozgósítás, ami történt az első fordulóban, ugye alul maradt az országos átlaghoz képest. Elég lesz-e ahhoz, hogy az önkormányzati választásokat, illetve a parlamenti választásokat gond nélkül az erdélyi magyarság, úgymond az RMDSZ végigvigye és azt mondja, hogy győzelem? Kétségtelen, hogy elég abban az esetben, ha a jelöltek hitelesek, hogyha a jelölteknek van víziójuk arról, hogy az a térség, az a falu, az a megye, vagy ez az országi parlamenti választás esetén, hogy kellene kinézzen 4 év múlva, 10 év múlva. Tehát, hogyha a választók számára is elfogadható jövőképet fel tudunk vázolni, és hiteles politikusok képviselik ezt a jövőképet, akkor elég. Akkor van elég szavazat, és akkor ott van az RMDSZ, ott van az erdélyi magyarság képviselet a parlamentben. Abban az esetben, hogyha megfelelő programunk van, és abban az esetben, hogyha megfelelő szervezet van emögött a program mögött, akkor minden egyes faluban meg lehet szólítani azokat a választókat, akik mögé állnak ennek egy ilyen programnak. És én biztos vagyok benne, hogy jövőben a helyhatósági választásokon, a parlamenti választásokon is az RMDSZ-nek megyétől, településtől függetlenül meg lesznek azok a képviselői, azok a jelöltjei, akik ezt a programot hitelesen tudják képviselni. Persze, hogy a veszély mindig fennáll, hogy elkényelmesedik egyik-másik kollégánk, akár én is, akár más is. Fennáll a veszélye annak, hogy belefásul valaki. Fennáll a veszélye annak, hogy azt hiszi, hogy neki jár, és neki mindig neki jár. Tehát ezek a programon és a jó jelölten kívül mi a kulcsa a jó mozgósításnak? Itt akár, ha csak az első fordulós eredményeket nézzük, Hargita megyére lebontva, kitűnően magas a teljesítmény, úgymond szavazatszámba is, jelenlétbe is.
Csíkszéken, udvarhelyszék marad, és Gyergyószék is jól teljesít aztán. Mi a kulcsa ennek? A mozgósítás az minden demokratikus országban egy bevett szokás. Igen. Romániában ennek sajnos volt egy nagyon-nagyon csúnya módszere az elmúlt 20 évben, amit a román pártok gyakoroltak. Ebből lett aztán olyan határesetek, amelyekből börtönbüntetések is születtek. Mert hogy gyakorlatilag megvásároltak utolsó pillanattól szavazatokat. Vásároltak, és... a szó szerint vásároltak szavazatokat. Most az erdélyi magyarok nem ilyen választók. A románok nem hitték el éveken keresztül, hogy mi nem fizetünk a szavazatokért. Tehát annyira furcsa, olyanok voltunk, mint a fehér holló. Az erdélyi magyarokat, az csíkiakat például, mert ugye Csíkba látjuk mi a mozgósítást igazából, lehet bíztatni arra törvényes módszerekkel, hogy ne felejtsenek el eljönni szavazni. Abban az esetben, hogyha a szervezet ismeri a falut, ismeri az utcákat, ismeri a közösséget, közvetlen kapcsolat van az RMDS szervezete és a szavazók között, akkor mi sem könnyebb 10 barátnak küldeni egy üzenetet, hogy légy, ne felejts el bemenni a személyiddel ma szavazni. És a legtöbb esetben ez hatékony. Akkor, hogyha nem 4 évente küldünk csak ilyen üzenetet, ha nem 4 évente találkozunk csak a választókkal. Csíkban például nagyon-nagyon sikeres volt az, amit a fiatalok csináltak. A Csík ifjúság tanácsa, ha bár úgy az elnök, most vette át Kovács Széchenyi Attila a mandátumot, a rendszerbe tudtak segíteni. Segítettek abban, hogy a szórólapok eljussanak a választókhoz, az üzenetek választására eljussanak, segítettek abban, hogy emlékeztessék a választókat, hogy ma vasárnap délután van, és van még 3 óra eljutni. Segítettek a polgármesterek, segítettek a helyi tanácsosok, és hogyha ez meg van szervezve, akkor jut mindenkinek 10-15, lehet, hogy 20 ember. 20 SMS, 20 telefonhívás, és nem azt kell mondani, hogy gyere szavazzál Pistára, Jánosra, Bencsillára, Johannisnak, ne feledkezz meg arról, hogy elmegy. És ha valaki közel áll a szervezethez, akkor ott lesz. Tehát szervezettség, jelölt és jó program. Na most ennek ellenére mindhárom székelyföldi megyébe a mostani választáson azt mondhatjuk, hogy volt jó jelölt, jó program és szervezettség is, de mégsem tudta mindhárom székelyföldi megye ilyen szinten mozgósítani a választópolgárait. Például Kovászna megye ugye egész nap billeget, hogy az utolsó lesz országos szinten, vagy nem. Aztán végül nem az utolsó vászlói vette át az utolsó helynek a címét, de nagyon-nagyon alul maradt részvételi arányokba. Minek köszönhető ez? Minden versenyben vannak jók, jobbak és legjobbak. A Kovászna megyeiek a jók valószínű, hogyha ezt a sorrendet nézzük most. Csíkkartfalva kétségtelenül a legjobb. Akkor, amikor egy jelölt programja mögé sorakozunk fel, akkor, amikor egy jelölt mögé felsorakozik egy szervezet, kétségtelen, hogy a személyes kapcsolat, az a kapcsolat, amely évtizedeken keresztül alakult ki, például a Kelemény Hunor elnök úrnak a csíkiakkal, a kartfalviakkal, a Hargita megyeiekkel. Nehéz ezt pótolni választáson, bármekkora erőfeszítést tesz a jelölt, nem tud olyan kapcsolatot kiépíteni a Szilágy megyeiekkel, a Zabollaiakkal, a Sepsiszentgyörgyekkel. Nem tudja pótolni azokat az évtizedeket, amelyek alatt a csíkkartfalviak megismerték csecsemő korától, amit a csíkiak ismerik képviselőként, a Hargita megyeiek ismerik miniszterként, képviselőként, a székelyföldiek, ahogy így bővül a kör, kétségtelen, hogy minél közelebb van a jelölthez a térség, annál jobbak az eredmények. Ezt más jelöltek is tudják bizonyítani, a Johannis példája is bizonyíték ennek, hogy minél közelebb áll a közösség a jelölthez, annál jobbak az eredmények. A jó program, a jó jelölt, a jó szervezet és a személyes kapcsolat az, ami dönt ilyenkor. Még van egy kulcskérdése szerintem annak, hogy a második forduló hogy alakul, illetve ki mellé álljunk, vagy ne álljunk, hiszen ugye, ahogy mondtam már, 2 fontos választás előtt áll Románia, és hát az erdélyi magyarság is a helyhatósági, illetve a parlamenti választások előtt. Az, hogy most az erdélyi magyarok mondjuk nem Klaus Johanniszt, és ezáltal nem kifejezetten a jelenleg kormányon levő Nemzeti Liberális Párt oldala mellé áll, mennyire befolyásolhatja ön szerint az, hogy akár az önkormányzati választásokon, akár a parlamenti választásokon
az eredményei átalakulnak. Addig, amíg a liberális párt ellenzékben volt az elmúlt 2-3 évben, velünk együtt amúgy, de nekünk volt egy megállapodásunk a szociáldemokratákkal, addig nem szerették a magyarokat, enyhén szólva. Ludovik Orbánnak ismerjük a kijelentéseit, a magyar ellenes megnyilvánulásait, a kávézásait idézőjelben Keremi Hunorral, tehát ez a liberális párt nem a szíve csücske az erdélyi magyarság. Azonnal jó barátok lettünk, amikor mi voltunk a mérleg nyelve egy bizalmatlansági indítványkor. Csúnya ez a politika, és az embernek a gyomra sok mindent meg kell emészteni, hogyha eredményesen akar az 5-6%-ával Bukarestben politizálni, és az LMDSZ frakció sokszor van ilyen kompromisszum helyzetbe helyzetbe vagy megoldásra. Jövőben, ha jók az eredményeink, ha ott vagyunk az önkormányzatokban, ha ott vagyunk a román parlamentben, akkor biztos, hogy partnerként fog nézni ránk a liberális párt, mert az őszintesség az, hogy mentalitásban, gondolkodásmódban, programban a jobb oldalhoz állunk sokkal, de sokkal közelebb. Mi annak örülnénk, hogyha a jobb oldal elég erős lenne ahhoz, hogy közösen akár kormányt alakítson az LMDSZ-tel. Ez amúgy a jövő titka, és tőlük függ. Úgy, ahogy tőlük függött az is, hogy a mi szavazataink mellé a parlamentben a bizalmatlansági indítványhoz meg tudják ki a többit szerezni, különböző rendszerek és szervezetek és struktúrák segítségével. Jó, szervezett rendszer működött, úgy tűnik. Szenátor úr, itt most a nagy döntések forgatagába azért egy teljesen eltérő témáról is meg szeretném kérdezni a véleményét, illetve ennek az aktualitását. Ugye medvék, ma már itt Marosvásárhelyen is napi szinten beszélünk arról, hogy medve jár a város különböző területén, különböző falvakba, főúton, tehát nem csak tipikusan Hargita és Kovászna megyei probléma, vagy Brassó és Szeben megyei probléma, hanem Maros megyében is, Marosvásárhelyen is ez téma. Ugye itt az az aktualitás ennek, hogy van egy olyan tervezet, egy olyan törvénytervezet, amely szerint 5 évre felfüggesztenék ezt a idézőjeles medvevédelmet, amelyet nagyon sokan bírálnak. Hol áll ez most? Tehát, hogy van esély arra, hogy valóban ez a tervezet átmenjen és életbe lépjen? Én bízom van, hogy hamarosan döntés születik ebben az ügyben. A Képviselőház Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságában van a tervezet. Ki utalta oda az állandó bűrója a képviselőháznak, ami azt jelenti, hogy napokon belül is születhet erről döntés, bizottsági jelentés, azonban azt látni kell, hogy a következő 10 napban mindenki a választással foglalkozik, tehát nagy valószínűséggel nem lesz kvórum a bizottságban. Legkésőbb választások utáni héten a bizottságok jelentés fogja készíteni erről a tervezetről. Ma a szenátusi változata a tervezetnek azt írja elő, hogy a kettős mellékletből a szigorúan védett fajok közül átkerül a medve a vadászható vadak fajok közé egy 5 évre. Én meg vagyok győződve arról, hogy ha bár ez egy nagyon-nagyon nehéz harc és egy küzdelmes út eljutni a megoldásig, ez a jó megoldás. Ideig, óráig a problémára gyógyír lehet. Én nem hiszek abban, hogy beavatkozás nélkül ezt a problémát meg lehet oldani. Az embernek a medveállomány szabályozásában és optimalizásában be kell avatkoznia, még akkor is, hogyha a Milvusz védi a medvéket. Igen, ugye a Milvusznak a tegnapi nyilatkozata alapján azt sérelmezik, hogy hát nem is tudjuk pontosan, hogy hány medve van az országban, egyszer ezt fel kérne valósan mérni, mert mindenki dobálózik a számokkal, illetve, hogy ezzel a törvénnyel, ezzel a szabályozással Románia uniós irányelveknek mondana ellent, és akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak emiatt Románia ellen. Én nem hiszem, hogy van sem Maros megyében, se Hargita megyében, se ezen a földön olyan ember, aki bizonyos uniós vagy nem uniós irányelveket támogatna, látván, hogy milyen tragédiákba torkolnak ezek a gondok. Tehát el nem tudom képzelni, hogy amikor szemmel láthatóan nap mint nap, ma is, tapasztaljuk, hogy a medve elhagyja a természetes élőhelyét, hogy nem erdőben él, hanem mezőn, kukoricatáblában, falvak mellett néhány száz méterre patakok partján, halászok esnek áldozatául, amikor napi probléma. Nem, szülei felnőttek úgy, leéltek 60 évet, hogy láttak 2 csíkba medvét, mert megbillant az autó fényszórójában.
és akkor is volt vadászat, akkor is volt medvepopuláció, akkor is volt, így alakult ki Románia, vagy Európa leghíresebb medvepopulációja Romániában, hogy emberi beavatkozással és emberi felügyelettel. Teljesen, teljesen érthetetlen számomra ez a túlzott medvevédő hozzáállás. Ne beszélve arról, hogy nem fogják tudni soha, se a medvevédők, se a környezetvédelmi minisztérium, hogy hány medve van Romániában. Miért nem? Állománybecslésre vállalkozhatnak, de megszámlálásra nem. És az elmúlt 20 év bizonyítja azt, hogy képtelenek voltak állománybecslésre, mert nem tudják ma se. Igen, nem lehet más évtizedeket mond. Várni arra, nem lehet hetente ember áldozatokat számolni, arra várva, hogy valaki majd csak kap egy módszert, amivel meg lehet becsülni, hogy hány medve él Romániában. A nem, hát beavatkozás más... az azonnali kell legyen, és nem mondja még ne a problémát, csak a vadászat. De hagyni kell, hogy ezeket a problémákat, a kényes kérdéseket, a konfliktusokat másképp is meg lehessen oldani, mint petárdával, vagy villanypásztorral, vagy meneküléssel. Mert ez már nem megoldás. Ennyi maradt. Úgy tűnik. Sajnos időnk lejárt, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és válaszolt kérdéseinkre, és biztos vagyok benne, hogy erről a medve kérdésről még fogunk jelentkezni, és fogunk önnel beszélgetni. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Remélem, hogy most már tisztább és átláthatóbb az, hogy mi történt az államfőválasztások első fordulójában, és mi várható a második fordulóban, és remélem, hogy az is tisztább lesz, hogy mi a megoldás a medve probléma kezelésére a jövőben. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, a viszontlátásra.